Megtelt a 60-i sportcsarnok, ugyanis szalagavatú ünnepséget tartottak a 60-i Damjanich János Technikum szakképzőiskola és kollégiumának diákjainak. A program elején 9 végzős évfolyam 188 tanulója vonult a színpadra. A jelenlévők között köszöntötték Horváth Richárd polgármestert, Szinyei András alpolgármestert, Gál Erzsébet képviselőasszonyt, valamint Tóth Zsoltot, a Heves megyei szakképzési centrum főigazgatóját. Ezt követően Vince Dániel, az intézmény vezetője beszédében a közösség fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, mindent megtettek az iskola tanárai, oktatói annak érdekében, hogy a későbbiekben a tanulók érvényesülni tudjanak az életben. Kellett csapat, amiben közös célokért küzdhetünk, kellett csapat, amelyik befogad, kellett csapat, amelyik átsegít a nehézségeken. Ezután minden végzősre osztályfőnöket űzte fel ünnepélyesen a felnőtté válás jelképét. Eközben pedig az iskola alsóbb éves diákjai versekkel, énekekkel és táncos műsorokkal kedveskedtek a tanulóknak. A fiatalok érezték ennek a pillanatnak a jelentőségét. Nagyon jó érzéssel tölt el az egész ünnepség engem. Örülök, hogy az életben már ide is eljutottam, és ezt is megélhettem. Igazából rövidesen ennyit tudnék ezt hozzáfűzni. Hát nekem ez az elmúlt 5 évnek az összegzése, és nagyon jól esik így áttekinteni az egészen, ami volt, és megtörtént velünk itt a DC-be. És egyrészt büszkeséggel is tölt el, hogy sikerült. Hadler Henrietta úgy fogalmazott, büszkén viseli ezt a szimbólumot. Nagyon büszkén viselem a szalagot, hiszen lezárul egy korszak, és itt kell hagynom az iskolát, el kell búcsúznom az osztálytársaktól, a pedagógusoktól. Én nagyon büszke vagyok, hogy ebbe az iskolába járhattam, tavaly túl voltam az érettségim, idén pedig a technikumi évemet végzem, utána pedig vár sok szeretettel a nagybetűs élet, hiszen a felnőtté válás korszaka elkezdődik. A ceremónia után a 2022-2023-as tanév végzősei a hagyományhoz hűen keringőztek, majd felkérték szüleiket, tanáraikat, és együtt járták el középiskolai évük utolsó táncát.